Sok fejtörést okoz a településvezetőknek, hogyan spórolhatnak az energián, hiszen ezek ára súlyosan érinti az önkormányzati kasszát, mondta a Baranya megyei elnök hétfőn. Őri László bejelentette, hogy a Baranya Segít program keretében energiapontot hoznak létre. Először egy szakmai kérdőívet küldenek ki minden önkormányzathoz a megyében, hogy felmérjék a helyzetüket. Ezeket kiértékelik a szakemberek első lépésként. Az önkormányzati energiapont energetikai szakembereinek a bevonásával szakmai energetikai tájékoztató fórumokat fogunk szervezni járásonként, ahol abban bízunk, hogy olyan gyakorlati tudást, jó tapasztalatokat fogunk tudni megosztani a kistelepülési polgármesterekkel, amely érdemben és hatékonyan fogja őket abban segíteni, hogy a következő hetekben a legjobb döntéseket tudják meghozni a település és az önkormányzat működő képességének megtartása érdekében. Szorít az idő, ezért olyan megoldásokat javasolnak majd, amikkel gyorsan és olcsón lehet csökkenteni a rezsiszámlákon, mondja az Energiapont szakmai vezetője. Például egy födémszigeteléssel, amit nagyon gyorsan meg lehet oldani műszaki szaktudás nélkül is. Emellett adhatunk abban tanácsot, hogy milyen energiaforrást érdemes használni az egyes épületekben, hogyha van lehetőség egyikre a másikra átállásként, arra például, hogy az épületnek bizonyos helységei puffer, energetikai pufferzónaként lehessen használni. Egyelőre az őszi hónapokra szólnak ezek a javaslat csomagok, amik segíthetnek a spórolásban. Baranya apró falvas szerkezetű, 301 önkormányzat van a megyében. Az ő működőképességük fenntartása a cél az országosan egyedülálló energiapont kialakításával, hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón.